Budapest percek az életvitelért. Food Express, az ételvitelért. Lassan már egy éve annak, hogy megismerkedtünk, és örömmel látom, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, vidámabb és karcsúbb lettél. Látod, én mondtam neked, hogy ha hiszel önmagadban és bízol az én segítségemben, akkor mi ketten minden akadályt és felesleges kilót képesek vagyunk leküzdeni. Azért egyet ne felejts el, ez a kazi sokkal keményebb, mint az előző, de ez semmiben nem akadályoz meg minket, ez nem gond, hiszen megfogadtuk azt, hogy sem a strandon, sem pedig az uszadában nem fogunk törölközőt magunk köré tekerni. Ami a két kazettát illeti, én azt javaslom, hogy néha-néha váltogasd, mert az edzésnek a változatossága, illetve a gyakorlatok összetétele és a gyakorlatok egymás utánisága nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy melyik területet hogyan van megdolgozva, illetve nem válik olyan unalmassá az edzés. Én hiszek abban, hogy napról napra tökéletesebb leszel velem együtt, hiszen én minden napot tornázok veled. Egyet viszont ne felejts el, és ezt fogadd meg. A tapasztalatok, illetve a vélemények azt mutatják, hogy egy nő nagyon fontos, hogy önmaga maradjon. Tehát ne próbálj megfelelni az elvárásoknak, illetve a különböző negatív véleményekre, sosem adj, légy mindig önmagad, higgy abban, amit csinálsz, bízz önmagadban, és hogyha ez megvan, akkor semmi sem billenthet ki a kemény egyéniségedből, illetve a mindennapi ritmusból, ütemből. Ne feledd el, a kazi végén megtalálod az étkezési tanácsokat, tarts be, és mi ketten a világ legjobb csajai leszünk. Jó munkát, kitartást, és ne feledd, készül a harmadik kazi. Felkészültél? Kezdhetjük? Jó! Itt a jó öreg terpeszállás, és hinta! Gyerünk, gyerünk! Ezt már nagyon jól ismered! Gyerünk még! Egy picit bemelegítünk! Figyelj! Zár alá! Gyerünk, gyerünk! Zár! Aha! Látom, hiányzik a kar! És stop! Még négy, három, kettő, ez az, hinta, gyerünk még, leneverd a polcról a vázát, és még, húha, aha, figyelj, kö, öp, 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 és négy, három, kettő, ez az, zár alá! Zár! Zár! Hogy tetszik a zene? Ez az. A tunéziai kongadobodat előveheted, és lehet dobolni! Figyelj, sarok! Húzzad! Még-még, nem forgunk! Nagyon jó vagy! Még egy picit! És te? Aha. Jó, még négy. És zár. Ez az. Hinta. Aha. Kicsit lenyújtunk. Figyelj! És rugunk. Le! Tol! Tol, hogy vagy? Ez az. Még négy. Három. Kettő. Figyelj! Le! Cicahát! És homorít! Ó, ez az! Ha itt lenne a barátod, hogy örülne ennek a mozdulatnak? És oldal!
zsakont, vagy a hamutartót, vagy bármi, ami a kezed ügyébe esik, fogd meg. Én hoztam súlyzót, ha van súlyzód, ez még jobb, mert nehezítjük a programot. Jó mélyen guggolunk. Ez az. Ezt már ismered. Kifelé néznek a lábfejek. Gyerünk még. Na még, tudod, ne felejtsd el. Hátrafelé guggolunk. Térd nem megy a bok elé. Figyelj rá. Figyelj rá, hogy dolgozzon a popsi és a comb. Na még, négy. Három. Kettő. És jön a kar. Előre. Előre. Csikke, tönts ki a hamutartóból, ha azzal tornázol, mert úgy nehezebb. Na még. Húha. Kis biceps. Elárulom neked, hogy ezen a nyáron még mindig az újatlan lesz a divat, ezért nagyon szép kerekvállakat csinálunk. Előre. Figyelj a térdedre. És biceps. Húzza. Gyerünk még. Mi jön? Előre. Biceps. Húzza. Na még egyszer. Ásványvizes flakont, ha megtöltesz vízzel, mert nincs benne ásványvíz, az is ugyanilyen jó súlyzó. Na még. És elő. Húz. Na még egyszer. Ez az. Gyerünk. Figyelj. Elfordulunk. Húz. 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 És oldal. Föl. Mutatom. Oldal. Oldal. Aha. Biceps. Gyerünk még. Húha. Oldal. Ez az. És középen. Pici. Pici. Na még. Gyerünk, gyerünk. És jön a kedvenced. Biceps. Ismétlés a tudás anyja. Mondta ezt jó anyám, amikor kikérdezte a verseket felelet előtt. Hú, de rüheltem. Másik oldal. Biceps. Gyerünk még. Nem állunk meg. Oldal. Gyerünk, gyerünk. Na még. Biceps. Húzzad. Ez az. Nagyon jó vagy. Mi jön? Oldal. Ez az. Erről van szó. Közé. Pici. Gyerünk, gyerünk. És elő. Biceps. Na még. Elő. Biceps. Húha. Jó, pihenünk egy picit. Hinta. Aha. Ez megy a legjobban. Zár. Ez az. Zár. Tudod, mit bulizunk egy kicsit. És zár. Helyre. Térd húz. Húz. Húzod. Nem állsz meg. Kar. Tor. Tor. Gyerünk még! Előre még! Oldal! 400! Na jó, csak vicceltem, előre! Oldal! Húha! Elő! Oldal! És elő! Hogy vagy? Aha, én is fáradok. Figyelj, föl! Just a little more love, just elő. A little more peace is all it takes. Mi jön? Oldal. Húha. Föl. Elő a dupla. Oldal. Föl. Elő. Oldal. Ez az. Nagyon jó. Oldal. Föl, elő. Bocsánat.
ritmusból. Gyerünk még! Érzek! Hogy vagy? Aha, látom. Fáradsz? Vagy csak túl sokáig bulisztál? Figyelj! Csípő! Bemelegítjük! Hú! Ez az! Zárd lendít! Zárd lendít! Nagyon jó vagy! És figyelj! Hopp! Hopp! Amikor lendít a láb, akkor lendít a kar! Hopp! Hopp! Másik! Zárd! Lendít! 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 Nagyon jó vagy! Ez az! Húha! Jön a kar! Zárd! Hopp! Hopp! Na még! Négy! Három! Kettő! Egy! Zárd! Hopp! Hopp! Thank you.
lehet bulizni. Ez az! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Ez az! Most van egy kis pihi. Na jó, vissza! Föl! 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 És még gyerünk, még nem állsz meg! Nem állsz meg! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! És hinta! Tudom, hogy ez a kedvenced. Aha. Figyelj! Hopp! 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 És legugol! Hopp! Le! Föl! Fordul! Nem felfordul, csak elfordul. Haha. És picike! Tol! Tol, tol! És közé! Pici! Húha! Nagyon jó vagy! Gyerünk még! Sokkal, sokkal vékonyabb, mint egy évvel ezelőtt! És! Másik! Sőt, tegnapnál is vékonyabb vagy! És! Le! Le! És fordul! Woo!
szorít a sarok. Hogy vagy? Látom. Nagyon jó voltál. Komolyan úgy fejlődsz, nem tudok majd mit kitalálni. Nyújtsd meg. Erről van szó. A másik. Nyújtsd meg. Nagyon jó vagy. Erősödsz. Megyünk a talajra, folytatjuk tovább, készülj fel, szadista lesz. Hogy vagy? Látom, elfáradtál az első 20 percben, de semmi gond, ezt a 2x20 percet oszd el, hogyha nincs időd 40 percet végig tornázni, semmi gond, egyik nap csináld meg az egyik felét, másik nap a másik felét, és hogyha edzett vagy kőkemény, és meg akarod mutatni, hogy te vagy a legjobb, akkor csináld meg a 40 percet egy húzamban. Ez nem árt, csak használ. Igaz? Na, készüljünk hozzá. Annyival lesz nehezebb ez a program, az első kazinál, hogy ha visszaemlékszel rá, ott behajlított lábbal kezdtük a gyakorlatot, itt már is nyújtva van a test előtt mind a két lábad. Nem a testtel egy vonalba, a test előtt. Felkészültél? Jó! Feszesen nyújtva van a lábad, pipál a lábfej, és előre. Toll. Toll, pipál a lábfej, a spitz, pipál. Aha. Nagyon figyelj rá, hogy amikor előre tolod a lábad, akkor a másik láb fölött megállít. Megállít. Nem lengetjük, elől, vissza, elől, és állít, elől, megállít, elől, elől, ez az, figyelj, és térd húz, húz, a térdet húzod a mellkashoz. Hát akinek nagy melle van, az most bajba van, mert mellberúgással győzünk. Gyerünk, gyerünk! Na, még egy picit. Még négyet, hármat, kettőt, erről van szó. És most kaszálunk, ezt már ismered. Hú-hú. Gyerünk, gyerünk! És még négyet, hármat, kettőt, és mi jön? Nem állunk meg! De gyerünk, gyerünk! Na, még egy picit. Négyet. Hármat. Kettő. Figyelj! Körzünk! Itt már spittel a lábfejed. Spittel. Aha, mint a balerináké. Gyerünk, gyerünk. Nekünk is olyan gyönyörű, kecses lábunk lesz, mint a balerináknak. És most előre. Tol. Összekötjük. Figyelj, mi jön? Térd. Húha! Térd! Erről van szó. Elől-hátul. Kaszálunk. Kaszálunk. Nagyon jó, és jön a kör. Kör. Kör-kör. Figyelj, megint előre. Tol. Pipál a lábfej. Keményen. Húz a tér. Négyet. Hármat. Kettőt. Mi jön? Na, mi jön? Kör! Ahaha, nem, nem. Nagyon jó vagy. Figyelj, és kör! Kör, 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 kör. Jó, megtart a láb. Térdelő támasz, ugyanez a láb. És oldal, föl. Oldal, oldal. Emeld meg. Gyerünk még. Meg is támaszkodhat. Mind a két kéz. Jó magasra! Gyere!
Hogy vagy? Nem állunk meg. Aha. Középre. Föltól vissza. Én visszajövök. Alkartámaszba. Gyerünk még. El sem tudom képzelni. Eltelik néhány hónap, és talán hasba rúgom magam. Gyerünk még. És még négyet. Hármat. Ez az. Figyelj, csak pici. Fönn, 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 fönn. Gyerünk, gyerünk. Hogy vagy? Én is fáradok. És keresztbe. Gyerünk, gyerünk. A képernyő sarkán található óra az egyedüli vigasz számomra. És még 8-at, 8, 7, keresztbe húz a láb, keresztbe, gyerünk még, nem állunk meg, nagyon jó vagy. És előről, oldal, 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 közé, föl, 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 jön a pici, föl. Gyerünk, gyerünk! Kereszt! Húz! Gyerünk még! Nem állunk meg! És oldal! Oldal! Közé! Húha! Jön a pici! Föl! Föl! Jön! Kereszt! Erről van szó! És oldal! Közé! Nagyon jó vagy! Jön a pici, föl, föl, kereszt, és most jön, aminek jönnie kell. Fölállunk, helybe, gyerünk még, helybe jársz, nem állsz meg, gyerünk, gyerünk, pici rugó, megdolgozzuk a popsit kőkeményen, mintha sielnénk és buszka, hopp! Aha, bucka ott, húha, bucka ott, gyerünk, most nincs bucka, nincsen, gyerünk még, 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 nem állsz meg, nem állunk meg, tovább pici, rugó, 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 erről van szó, és figyelj, buckás szakaszhoz érkeztünk. Na, akkor felkészültél? Bucka op! Bucka op! Bucka op! Gyerünk, gyerünk, bucka op! Pici! Nagyon jó vagy! És oldal, lép! Lép! Közép, ne nyújts ki teljesen a lábat! Kilép! Kilép! Húha! És jelünk, pici, igaz, hogy jön a nyár, de minket ez nem érdekel. És hopp, hú, hopp, jó, és zár, 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 hogy vagy? Fáradt? És elő kereszt, tol, tol, visszamegyünk a talajra. Jó, jön a másik oldal. Ez az. Hogy is kezdtük? Nyújtva van a láb, igaz? Jó, pipál a lábfej. És a fölül lévő láb. Előre. Tor. 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 Már a másik láb. Figyelj rá, nehogy ugyanazzal csináld meg. Gyerünk, gyerünk. És még nyolc. Hét. Hagy halljam! Na még négyet! Négy! Három! Kettő! Mi is jött? Tér! Húz! Húz! Nem a kezeddel húzod! Húz a tér! Gyerünk még! Keményen feszül a popsi! Pipál a lábfej! Ez az! Gyerünk, gyerünk! Nem állsz meg! Nyolc! Hét! Érzed? Erről van szó!
Négye! Keménye! Tovább! Mi jön most? Kassa! Kassa! El! Legyen meg az íve! Nem kamuzunk! Na még! Négyet! Hármat! Tovább! Gyerünk, gyerünk! És kör! 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 Már spitzel a lábfeje! Gyerünk, gyerünk! Na még négyet! Hú! Kezd melegem lenni! Figyelj! Előre! Tol! 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 Mi jön? Tél! Húz! 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 Jön a kör, 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 kör. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Előre. Tol, tol. Gyerünk még, mindjárt vége. Tél, húzzat, húzzat. Na még egy picit. Elő, hátul, elő, hát. Na még egy kicsit, gyerünk. Megígérted, hogy nem hagyod abba, igaz? Nem felejtek. Jó, mi jön? Térdelő támasz. És oldal. Föl. Föl. Gyerünk, gyerünk. Nagyon jó vagy. Na még 8, 7, 6, 5 és még 4-et. 3-at. 2-t. Jó, középre! Tol! Húha! Gyerünk, gyerünk! Tovább! Tovább! Nem állunk meg! Gyerünk, gyerünk! Kicsit magasabbra! 8 és 7! Nem állsz meg! 6! Látlak! Nem állunk meg! Még 4! 3! Még van 10 percünk! És pici! Pici! Pici, pici, ettől a pici, pici, gyakorlattól lesz pici, pici feneked. Gyerünk, gyerünk! És most mi jön? Kereszt! Húz! Húz! Lehet szidni nyugodtan, csak halkan, mert meghallom ám. Gyerünk még! Na még, kőkeményen! Csak te meg én! Gyerünk még! Tovább! Na még 4-et, 4-et, 3-at, 2-t, és ismételünk oldal. Magasra, magasra, és középre, közép. Aki elfáradt, megtámaszkodhat a kezén is, és pici. Föl, 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 föl. Mi jön? Kereszt. Húz. Húz, húz, most jön a dupla, oldal, közé, föl, jön a pici, föl, föl, és kereszt, és oldal, kettő, közép, ráncsuk ki a karfiolokat, ha még van, pici, pici, kereszt, hú! Ha picit tartsd meg, jó, húz le. Ho, és most jön a belső comb. Mennyivel könnyebb dolguk van a férfiaknak, igaz? Jaj, itt van a csodaszer számom. Ezt kirakom ide oldalra, jó? Vagy a csípő alatt, vagy a csípő mellett megtámaszkodsz. És oldalra, megy alá, feszesen nyújtva, szépen, egyenletesen. Néhány edzés után már elmondhatod, hogy szebb vagyok már, mint a béka, mert az edzőm Rubin Tréka. Gyerünk még, tovább, és picike, tol, 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 na még egy picit.
Tovább, tovább, tovább. Még, még. Feszesen. Gyerünk még. Gyerünk, gyerünk. Na, még egy picit. Tol, 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 tol. Erről van szó. Ézd el. Zár. 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 Na, még egy kicsit. Négyet. Hármat. Kettőt. És jön a pici. Tol, tol, tovább, nem állsz meg. Pici, pici. Ez az a gyakorlat, amitől holnap lehet, hogy a férjedet elutasítod. Én felmentelek. Fogd rám. Tovább, gyerünk még, picit. Mert ettől lesz nagyon-nagyon-nagyon kemény izomlázunk. És kemény belső combunk. Gyerünk még! Már alig 7 vagy 8 percünk van. Rá sem merek nézni az órára. Tovább, tovább. És most jön a kedvenced. Sarok, sarok. Kifelé tol a sarok. Gyerünk még! Na, még egy picit. Tovább, tovább. Húha! És bezár. Zár. 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 Hidd el, hogy a tökéletes formának csak a 30-40%-a a mozgás. A 60-70%-ban teljes mértékben az étrend határozza meg. De ha végeztél a tornával, tudod, minden nap ott van, ott találod a torna végén a leírást, hogy mi az, amit ehetsz délelőtt, és mi az, amit ehetsz délután. És ha ezt betartod, gyönyörű leszel, hiszen már gyönyörű is vagy. Miről beszélek? Pici, pici. Na, még egy picit. Faragjunk abból a kis fölöslegből, ami már nincs is. Gyerünk még. Na, még egy picit. És még. 8-at. 7. 600. 5. 4. Nem állsz meg. Nem állsz meg. Tartsd meg. Megtart. Most hívd be a férjed vagy a barátod. Örülni fog. Jó, zárd össze. Ez az. Jó, nyújtsd meg. Összeszorít a talp, kicsit ráhajolsz. Jó! Visszafekszünk, mi van még? Hasizom. Tarkon a kéz, és föl. Föl. Úgy próbálj megfölülni, hogy az állat és a mellkas közé beférjen a könyök. Föl. Föl. Na, még egy picit. Gyerünk még! Négyet, hármat, kettőt, keresztbe van a lábad, kitámaszt a kéz. Ugyanaz a kéz, amelyik láb keresztbe van, kitámaszt oldal és fordulj rá. Fordul, fordul, ugyanez, csak nyújtva. Fordul, fordul, na még, gyerünk még, négyet. Kettőt, és a másik láb, oldal, fordul, nem csalunk, gyerünk még, négyet, hármat, kettőt, és nyújtva a láb, föl, 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 na még egy picit, négyet, hármat, kettő, és közé. Húz. 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 Mind a két láb húz. Gyerünk még. Négyet. Hármat. Kettőt. Figyelj! Csak az egyik. Dupla. A másik. Dupla. Na, még egyszer. Dupla. Húzod. Figyelj! Egyik hajlítva. És nyújtva. Másik.
nyújt! Alsó hasizom, és a középső hasizom kockássá tétele következik. Gyerünk még! Húr! Tovább, keményen! Megfogadtuk, hogy két részes fürdőruhát hordunk. Emlékszel? Húha, mind a kettő. Húz, 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 na még, húzad, húzad, figyelj, nyit a láb. Jön a kedvenced. Emlékszel? Tegnap ebből már majdnem mindet megcsináltad. Na még, fej mögé beszorít a kar. Gyerünk még, beszorít. Nem mellette van, beszorítod. Gyerünk még, föl, föl, és föl, 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 le. Föl, 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 le. Föl, föl, föl. Én nem merem végig csinálni, ne haragudj. Ez az, vigyáznom kell a fitire. Jó ürügy, mi? Haha. Gyerünk még. Na még egyet. Föl, 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 le. Föl, föl, és a végszó. Pici, pici, csak, csak, pici, 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 pici. Húha! Gyerünk még. Föl, föl. Na még egy pici. Keményen. Észdál alá. Húz, 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 húzzad föntről, húz, 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 és lentről négyet, négyet, hármat, ez a vége, kettőt, és most jön a kedvenc részed, a nyújtás. Nyújtasz ki. Jó. Fordulj át a hasadra. Átrakom a műszeremet. Lent van az alkar. Ez az. Nyújtsd meg. Nagyon jó. Lengedd. Hiszen megírtad nekem e-mailben és levélben, hogy hiányoltad az első kaziról a nyújtást. Köszönöm szépen, az ember mindig tanul. Megnyújtjuk a belső combot még egyszer. Tedd össze a talpad. Jól esett, igaz? Ennek örülök. Megnyújtjuk a csípőt. Keresztbe van a láb. Ellentétes kézzel. Keresztbe húz. Jó, másik láb. Keresztbe húz. Közép, kulcsold össze, picit hajolj rá. És maradjunk így holnap reggelig. Oldalra húz a fej. Másik oldalra. Előre. És vagy készítsd elő a papírt, és jegyzeteld le, amit az elkövetkezendő pár percben jó tanácsként adok neked, vagy emlékezz rá vissza, ha ezt már nagyon-nagyon sokszor elolvastad, hiszen jól memorizáltad, és ez visz minket előrébb az eredményes, gyönyörű, szép testforma felé. Egészségedre, ma is nagyon jó voltál, és napról napra egyre csinosabb, de gondolom ezt, hogy a barátod vagy a férjed minden nap elmondja neked és nyugtázza, és ez így van. Ne kapcsold ki a videót, hiszen most láthatod azokat a jó tanácsokat, melyekben leírtam, illetve elmondom azt, hogy mit lehet reggel, és mit érdemes este enni. Ha ezt betartod, ez még előrébb visz az eredményes fogyás érdekében, és ettől leszel bombasztikus nő, illetve nagyon-nagyon-nagyon vonzó édesanya, vagy vonzó barátnő. Örülök, hogy ma is velem tartottál, kellemes pihenést, jó szórakozást, és nagyon-nagyon finom vacsorát vagy ebédet kívánok neked. Szia!
Test percek az életvitelért. Food Express, az ételvitelért. Jó napot, jó zsírégetést mindenkinek! Köszöntöm Önöket a testpercekben. Ezen a héten az a nagy igazság, hogy a főzés kőkeményen az édes szájú a kép, legalábbis részben, és méghozzá a vendégem itt kedves nejem, Réka. Üdvözlöm a nézőket! Aki egy speciális tésztát csinál, Réka módra. Mik itt az alkotó elemek? Először is elkészítjük a alapanyagokat. Ez egy kis light joghurt. Ezt beleöntjük a Mitől állt egy joghurt? Attól, hogy nem olyan magas a zsírtartalma. Ebben is vannak alacsonyabb és magasabb zsírtartalmú. Egy kis light tejföl, ez 12% zsírtartalmú. Tejföl light. Tejföl light. Oké. Aztán egy kis light tojás, ezt a light tyúk tojta. Ezek ilyen kiéhezett csibékből származó alkotóelemek. És a kedvenced? Mazsola. Mazsola. Ezt most rád bízom, ezt keverdeszt rájön. Aki fogyják, az tádival is helyettesítheti, tehát ő keményen. Ezt én akkor ezt elvégzem. Rendben. Jó. Na most hozom a durum tésztát, amint tudjuk. Be kell tenni? Igen, ez alacsony kalória tartom, egy kicsit jobban keverd össze, mert... Ez annyira jó a gyomornak, hogy szinte durumból, hogyha az ember ezt megemészti. Jó, ezt most belekeverjük. Ezt tepsiben kell sütni egyébként? Persze. Uh-huh. Vagy tepsiben, vagy jénaiban, teljesen mindegy. Uh-huh. És teszünk bele egy kis édesítőszert is, mert hiszen... Cukorra semmiképp, mert akkor ez már nem az a műsor. Na most, amit erről tudni kell, erről a süteményről, vagy rakott tésztáról, hogy mivel durum tésztából, illetve light összetevőkből készül, ezért csak 620 kalória egy adagnak a kalória értéke, ami szerintem... 42 perc aeróbik tornának vagy futószalnak felel meg. Úgyhogy csak edzés után javaslom. Ezt összekevertük. És ki kell egy kicsit vajazni a jénait, ezt én mindig kézzel szoktam. Azt tudják Önök, hogy melyik a leghízalóbb téli sport? A tepsi. Tepsi. Jó, ezt kivajazom. Ennek zsírégető hatása van. És akkor figyelj. Tesszünk egy réteg tésztát, igen, tepsibe, így, most jön rá... Nagyon jó az illata. Jó? Nagyon jó. Most jön rá egy kis cukormentes lekvár. Persze, az, hogy ez fiktív, hogy cukormentes, 100%-os gyümölcs tartalmának, nem? Így, és szórunk rá egy kis diót. Megékedett a étel? Így van. Ez express gyorsan kisült. Hát így néz ki. Is, hogy nagyon jó az illata, nagyon szép. Sütés előtt és sütés után. Megkóstoljuk? Na nem. Légy szíves, akkor hozz egy villát. Édességhez mindenkinek a muskotályos bort javaslom. Az nagyon finom, harmonizál. Bár hogyha détázunk, akkor csak inkább délig. Tehát nem tudsz elszakadni a bortól, úgy nem tudok elszakadni, de valahogy én az életet élvezni szeretem, és utána az ilyen önkínzó fogyókúrákat nézzük meg. Isteni, komolyan mondom, ha kimondanám, letiltanának, nem mondok semmit. Ígyunk el, én azt mondom. Muskotájból, hogy harmonizáljon. Egészségére mindenkinek, a számot megtörlöm, és nagyon kellemes, zsírpusztító éjszakát kívánunk. Test percek az életvitelért. Food Express, az ételvitelért. Köszöntöm Önöket, hatékony zsírrombolás mindenkinek, amit láthatták ezen a héten. Rékával tornázom, Rékával főzök, és nagyon-nagyon hatásos fitness menüket készítünk. Az igazság, hogy ez a mai étel, szerintem ez akár munkaebédnek is teljesen megfelelő. Mi is ez, Réka? Először köszöntöm a kedves nézőket. Ez egy nagyon-nagyon finom fitness vadas, ami egy adag csak 620 kalóriát tartalmaz. Tehát ez kb. Fél kiló, és azt gondolom, hogy ha ezt megesszük, és mellette napi fél órát tornázunk, akkor már nullán vagyunk, tehát úgy fogunk folyni, mint az etiópok. Igen. Mutassuk meg az alapanyagokat. Nagyon fontos a hús a vadasban. Ez lehet csirke, vadhús, bármi.
Először is a csirke mellett forró olívaolajban lesütjük, ízesíthetjük. De nem hagyjuk ki, hogy teltömökölte jól fokhagymával. Fokhagymával. Potenciál növelő, gondoljanak a férjeikre is azért. Megfűszerezzük fűszersóval, illetve fokhagymával, ahogy Norbi mondta, és forró olívaolajban kisütjük, majd félretesszük. Ebben az olajban megpirítjuk a nagyon finom nyers zöldségeket. Sárgarépa, kohlrábi, fehérrépa. Így van. Nagyon jól megtanultad. Kenem vágom. Majd beletesszük a vörös hagymát, illetve a fokhagymát. Teljesen szagmentes, megfelelő alkoholmennyiség kísérletében egyébként. Így van. Ezt megpirítjuk, és levéve a tűzről egy kis vízzel felengedjük, beletesszük a citromot, ami olyan pikáns kis savanykást ízt ad neki, illetve a babérlevelet, ez nagyon fontos összetevője. Főleg ha vadból csináljuk, akkor nagyon-nagyon lényeges. Így van. Majd amikor már ilyen félkészre puhult a zöldség, ezt villával megnézzük, akkor hozzátesszük a nagyon finom csirke mellett, és amit persze gondosan el kell dugni, például előled, mert hajlamos vagy arra, hogy... De egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a vadas szósz egy kicsit édeskés, ezért nem cukorra, hanem édesítőszerrel édesítjük. Ez nagyon sokat jelent kalóriában, mínuszba persze. Így van. És akkor a turmixolás következik. És a turmixolás azután következik, amiután a csirkemell átvette ennek a vadasnak a finom ízét, és kiszedjük belőle, és megcsináljuk rá a habarást, ami light tejfölből. Így van, karcsú tehénből készül. Igen. Mustárból, illetve tönkölliszt. Tönkölliszből áll. Megcsináljuk rá ezt a habarást. Kicsit összeturmixoljuk, hogy még... Hoppá! Teljesen jó, én ezt szeretem. Így van. A mustártól lesz egy ilyen kis sárgás színe. És mielőtt visszatesszük a csirke mellett. Készen is van. Melegen tartottuk. Naréka, te jössze, te vagy a zsűri, a teljes kritikus. Mert finom, a tönköly tészta, a durum tészta. Szépen nekem adod. Ott van, szeretsz? Érdemes egy korty pezsgővel kísérni, segíti az emésztést, bontja a cselsavakat, és én más nem is tudok mondani, mint hogy minden kedves velünk fogyó nézőnek egészségre váljon, és további kellemes napot. Egészségükre. Testpercek az életvitelért. Food Express az ételvitelért.